Egy magyar válogatott játékos mellett EB győztes és olimpiai bronzérmes kosárlabdázónőt igazolt az NKL csata DS, amely újoncként saját nevelésű fiatalja alapozva most hetedik az NB1-ben, Barna Judit Pécsről, neven a Jovanovic Szexárdról érkezett, már be is mutatkoznak és mutatkoztak, és most bemutatkoznak nálunk is ők a vendégeink. Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok! Hello, szia. Uh, jó reggelt. Judit, a hétvégén a Beacsal játszotok, hát nem tudom, ez különleges mérkőzés lesz-e számodra, hiszen ugye Serdülben még a Beac színeiben, uh, hát komoly meccseitek voltak, nem? Be vannak még ilyen emlékek? Uh, igen, igen, ugye én ott kezdtem a kosárlabdát, természetesen mindig jó oda visszamenni, uh, akár úgy, hogy ellenük játszok is, ez nekem egy hazai pálya maradt szerintem mindig. Uh, mindketten januárban érkeztetek a csatához, miért pont a csatához, miért pont ide igazoltatok? neven, a te miért választottad őket? Először is nagyon sok baráti meccsünk volt már, és nagyon szeretem ezt a csapatot, mert fiatalok és nagyon tehetségesek, és a szerződésemet követően, miután szegszárdon igazoltattak, arra gondoltam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, szeretel Magyarországot, és ez egy jó döntésnek bizonyult. Tehát mindenképpen úgy voltál vele, hogy szereted annyira Magyarországot, játszottál már több helyen, hogy maradnál szívesen. Yes, yes, igen, exactly, igen, like pontosan. I tried, uh, in years, Pécsen I really két évet játszottam, it, nagyon élveztem ezt is, szeretem a magyar kosárlabda a really játékot, level, so nagyon magas színvonalú, ezért this döntöttem this. úgy, hogy maradok. Uh, Judit, a Pécsből válogatott lettél, és akkor az a kérdés, hogy végig akkor mi volt a gond? Hát, hogy mondhatom azt, hogy túlpesti lány? <laughs> ö, nem, sőt, ö, ezt nem szeretem, ugye sokan így voltak vele, hogy én azért nem megyek el Pestről, mert hogy én engem sok minden ide köt, ez nem így van, én szeretek játszani a pályán lenni sokat, és szerintem az a legfontosabb, hogy minél több időt játszak. Hát Pécsel kapcsolatban ö, nyilván sok mindent lehetett az utóbbi időben hallani, azért erről szólt nagyjából minden. Én csak annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy természetesen minden jogszerű volt, ahogy mi eljöttünk onnan. Ki fogunk adni egy közleményt nem sokára a menedzseremmel, Túró kivel, amatőr szerződésből léptünk ki, úgyhogy én innentől kezdve lezártnak tekintem ezt a dolgot. És miért a csata? Hát úgy gondoltam, hogy bennünk még nagyon-nagyon sok Jövő áll, úgymond, és én szerettem volna ebbe így beletartozni. Én ők egy olyan fiatal, középerős csapat, ami, ami nekem nagyon megtetszett. Tehát, hogy a potenciál, a lévő potenciál. Igen. Neven a, a szexával kapcsolatban adott még a kérdés. Egy elég erős csapatról beszélünk, hát nem tudom, ott jól, jól érezted-e magad. Végül is miért váltottál? Nem kezeltek megfelelően a helyeden? Igen, a tényleg erős csapat. Ez az egyik ok, ami miatt én tényleg odaigazoltam annó. Tehát az életben nem minden úgy történik, hogy az ember elvárja. És az ilyen eseteknél az emberek úgy döntenek. Én is úgy döntöttem, hogy a lehető legjobb a szexád, és az én magam számára is az az, hogyha szétválnak útjaink, szeretném, hogyha sok sikerük lenne a jövőben is, és, és szeretném, hogyha ez a mi ügyünk maradna, nem osztanám meg a többi részletet Önökkel. Nagyon helyes. Legyenek sikeresek, kivéve, hogyha a csatával játszanak. A csata a szezon elején úgy indult, hogy csupa tínédzser, ugye a maga megfogalmazásában tyúkanyó szerepet vívő Nagy Bujdosó órával és két 24 éves amerikaival, akik már ebben a, a fiatal csapatban nagy öregnek számítottak. Most viszont már négy légiós és igazi profi csapat lett belőle. Hogy látjátok, hogy érzitek ez a bizonyos potenciál, amiről már Judit beszélt, milyen közeg ez, és milyen kvalitások lesznek így tavasszal ebben a csapatban, Judit? Ö, igen, ugye Krisztián is többször mondta, hogy szeretett volna egy bizonyos szintet lépni most már, és rutinos Még játékokat. És is. Vezető igen, igen, igen. Ö, az, hogy ugye szintet lépni, és rutinosabb játékosokat idehozni, Ö, nyilván nem titok az, hogy szeretnénk jövőre Európa kupát is játszani, tehát most már elég komolyak a tervek. Tursis Krisztián, említett vezetőedző, 1992-ben született, neven a nálad még fiatalabb is, voltál-e már ilyen sajátos életkori helyzetben trénerrel kapcsolatban? Nem, ez az első alkalom, hogy ilyen történik velem. Igen, fiatal, de nagyon jó. És amit látunk, hogy ezzel az igazán fiatal csapattal mit sikerült ebben a szezonban elérnie, hát mondhatom, hiába fiatal, ő az edzőm, és remélem, hogy továbbra is sikerül egy jófajta edző és játékos kapcsolatot fenntartanunk. Uh, Juditáról mondhatjuk, hogy 94-es vagy, tehát egy korosztály vagytok nagyjából uh, a vezetőedzővel. Uh, ilyen, ez segít a, a pályán, amikor uh, ilyen közeli uh, korban van uh, tréner, tehát aki vezényel, játékossal, akit hát meg el kell igazítani? Őszinte leszek, lehet, hogy nekem talán kicsit nyugodtabb ez az egész, tehát hogy... Ö, talán úgy ismer annyira engem már, hogy tudjon kezelni a pályán és az edzésen, és ez segít engem abszolút. Az ő személye sokat nyomott alatt van a csatához igazolásnál? Ugye a plegykák szerint a kifejezetten a csatához szerettél volna jönni, azt már mondtad, hogy a bennük rejlő potenciál miatt? Igen, ö, nem, én a csapatot néztem elsősorban. Uh -huh. ö, az, hogy ő az edző, az nyilván. Jó, de, de természetesen de a, csapat a, a, a csapat a lényeg, így van. Neven, a, a, a sok fiatal inspirál-e benneteket, ti rutinosak vagytok és tapasztaltabbak, vagy van azért abban néha zavaró, hogy nem mindenben úgy mozognak a pályán, ahogy egy már kész felnőtt játékosnak illik, hogy így mondjam? Okay, yes, like say, Ahogy mondjuk is, meg sokszor mondtuk már ma very is, tényleg fiatalok és tehetségesek. Természetesen támogatnunk kell őket, tapasztaltabbaknak, türelmesnek Sometimes, kell lennünk velük, néha uh, legalábbis, them, de másfelől pedig támogatjuk őket, segítjük őket, hogy mi a jó, a mi a nem, nem jó, jó, jó bizonyos helyzetekben. Jelenleg a csapatnak hét győzelme van, és úgy tűnik, hogy semmi sem menti meg a rájátszástól, de azért ott a sopronnal nyilván senki nem szeretne játszani. Mit éreztek realitásnak? Hatodik, hetedik hely, vagy annál még jobb is, Judit? Ö, így a végére, tehát uh -huh. vagy a bajnokság végére. Én úgy gondolom, hogy szerintem a, az ötödik, hatodik helyért fogunk küzdeni, és remélem, hogy ez sikerülni is fog. Te hogyan látod neven a, a potenciát potenciált ebben a csapatban? Ugye Krisztián megfogalmazta majd a nemzetközi kupa de ezen a tavaszon meddig lehet fölröpíteni az újoncot az mb 1 ben yeah, like you said, there is a Ahogy említette is, games to play and ugye hát játszanunk kell, uh, és hiszem azt, uh, hogy ezeknél van Esélyünk, and, okay, we have főleg a hazai Sopron pályán Sopron játszunk. Igen, hát Sopron az egy másik téma. Uh, Tény és való, hogy Sopron a legerősebb right course, csapat ebben uh, a szezonban. So so far, uh, nagyon jól uh, játszottak, uh, de, uh, uh, jól játszottak, uh, de uh, arra fogunk uh, összpontosítani, uh, hogy, the hogy the nekünk the mi a legfontosabb, goal, hogy a csapatunk elérje a, a célt, az, hogy a. legjobb 16-ban benne legyünk, és természetesen a kupára is ki tudjunk jutni. a csatából van út a válogatottba, beszéltél erről a vezetőséggel? Nem beszéltem, de remélem, hogy nincs összefüggésbe a dolgokkal, amik eddig történtek, és remélem, hogy ott leszek, akár az elbén is nyáron. Neven a te számolsz még a válogatottsággal? Erről kevesebbet olvashatunk Magyarországon, hogy hogy állsz a szerválogatotthoz most? Igen, remélem, mindenféleképpen. A Eurobasket most nyáron Szerbiában lesz, ugye nincsen még információnk a felkészülésre vonatkozóan, de remélem, hogy én is részt veszek, és az országomban Szerbia színeiben játszhatok. Közös kérdés a végére, hogyha az ebén lesz Magyarország-Szerbia, mert csak akkor melyik válogatott fog nyerni? Judit? <há> remélem, hogy mi. Nevena. <há> Uh, say my hope, we will win. <laughs> Remélem én is, hogy nyerünk. Hát akkor most nektek meg jó játékot kívánok, nem egymás ellen ez hanem együtt az új csapatotokban. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.